Jó estét kívánok, ez a művészbejáró Békésmegye kulturális magazinja. Detektív Játszma címmel mutatja be új előadását a Békés Csabai Jókai Színház. Anthony Sheffer darabjának férfi főszereplőit Katku Ferenc és Tege Antal alakítja majd, az előadás rendezője pedig Seregi Zoltán lesz. A szórakoztató, izgalmas és fordulatokban gazdag darab részleteiről beszélgetek ma esti adásunkban a teátrum igazgatójával. Üdvözlöm! Jó estét kívánok a nézőknek is! Beszéljünk egy kicsit magáról az alaptörténetről. Ugye a Detektív Játszma már a címe is sejteti, hogy ez egy izgalmas kriminek hangzik, de mi is az alaptörténet, mit lehet a sztoriról tudni? Sokat gondolkoztam, amikor idejöttem, hogy mennyit áruljak el ebből a történetből, mert hát azért egy krimiben ugye nem nagyon illik elmondani előre, úgyhogy nagyon óvatosan fogok fogalmazni. Adva van egy kitűnő krimi író, ugye Angliában játszódik, ez a 60-as években, akinek elszereti a feleségét egy fiatalabb, nála fiatalabb férfi, és mikor a hölgy elutazik vidékre, akkor elhívja magához a férj, a szeretőt. Hát innen indul a történet. Hát a többit azért nem szívesen mondanám el. Mindenesetre két férfi küzdelme egy nőért, igazán izgalmas, különleges fordulatokban, amire nem is számít a néző, reméljük. És még annyit tudnak elmondani erről, hogy volt egy híres film 74-ben, ahol Richard Burton és Michael Caine játszotta ezt a két szerepet, úgyhogy ez egy igazi színész darab, nagyszerű lehetőség, mert több figurát csinálnak benne. Tege Antal például két szerepet játszik benne, míg Katko Ferenc ugyan egy szerepet, de rengeteget játszik más figurákat is, ott ugyanebben a szerepben, de Tege Antal egy másik szerepben is megjelenik az előadásban, teljesen elváltoztatva magát. Ennyit merek elmondani, meg hát ami a azért ez egy krimi, de van egy kis nem is érdektelen mondani valója, hogy a játék, hogy mi a játék határa. Ugye a futball is játék, aztán ott is néha átlépik a határokat, és úgy lerúgják egymást a játékosok, vagy egy kártyapartiba, hogy egymásnak tudnak esni néha, akár a legjobb barátok is. Tehát, hogy a játék, a komolyan vett játéknak hol van a határa, meddig lehet elmenni, meddig játék, és hol billen át már a valóságba, ahol már esetleg olyan dolgok történnek, ami nincs benne a játékba. Na hát ennél többet talán nem árulnék el. Azért én még mindig kíváncsi lennék a karakterekre, ugye ön is elárulta, hogy a két főszereplő, ugye Katko Ferenc és Tege Antal, akik kiket személyisítenek meg a darabban, miért pont rájuk esett a választás, és mennyire tudtak azonosulni a karakterekkel? Hát azért rájuk esett a választás, mert nekik való ez a két szerep. Ugye ezt sokszor elmondtam, hogy az igazgatónak mindig a műsortev összeállításánál természetesen elsősorban a közönségre kell tekintettel lenni, de nem utolsó sorban a társulatára is, hiszen a színészeinek olyan szerepeket kell adni, amik nekik való, amiben ők fejlődni tudnak, amiben örömüket lelik, hogy örömmel és jókedvűen játszanak, mert az fontos, mert ha valaki, ezt csak zárójelben mondom, olyan szerepet kap, amit nem szeret, akkor abból sose lesz igazán jó ez megoldás, vagy jó alakítás. Tehát nekik való, én úgy gondolom, hogy lubickolnak benne, annyira nekik való, és nagyon szeretik, és nagyon, ők is úgy érzik, hogy nekik való. Tehát tudtak azonosulni, magyarán a válasz az, hogy igen, tudtak azonosulni a szerepükkel, nagyon élvezik, nagyon szeretik, és hát reméljük, hogy ez átsugárzik majd a közönségre is. A rendezés során mi volt ez a fő irányvonal, amelyet ön végig követett? Hát ugye a kriminek komoly törvényei vannak, tehát nagyon fontos, hogy milyen szavakat használ, mennyit mond el. Ugye van benne egy detektív szereplő, aki sok mindent tud, de nem árul el mindent, fokozatosan közeledik a megoldáshoz, aki hazudik, sokáig hazudik, aztán egyszer csak kénytelen őszinte lenni, de még mindig nem lesz egészen az. Tehát ezek az etapok, ezek a
a titkolózások, illetve szerepjátszások, amik végig kísérik a darabot, mindenki játszik valamilyen szerepet folyamatosan, és a nézőnek az lesz az egyik legizgalmasabb feladata, hogy kitalálja, hogy akkor most mi az igazság? Most vajon igazat mond, vagy nem? Vagy most mond igazat, és az előbb nem mondott? Szóval ez egy ilyen izgalmas játék a valósággal, illetve játék a játékkal. Hogyan zajlott a próba folyamat? Nagyon jól, én úgy élveztem mindig, mikor bejöttem, és idézőjelben azt mondom, hogy két rendezővel még sohasem dolgoztam, hiszen Feri is, meg Tóni is ugye rendez folyamatosan a színházban, és remek volt. Ők nem rendezőként viselkedtek, hanem színészként, de ugyanakkor rengeteg jó ötletük is volt, tehát nagyon nagy harmóniában és kreatív hangulatban dolgoztunk. Én nagyon élveztem, sajnálom, hogy nem sokára vége lesz ennek a próbaidőszaknak, de hát én bízom abban, hogy a közönség úgy fogja szeretni majd az előadást, ahogy én a próbákat. Ugye a nézők most láthatnak egy kis bejátszást a darabból. Hogyan áll össze a színpadkép és a díszlet? Mit lehet erről tudni? Hát ugye ezt én úgy vezettem elő ezeket a stúdió előadásokat, mert lesz még 3 is ebben az évadban, hogy ezek olcsó előadások legyenek, tehát nincsen díszletjelmeztervező, nincsen díszlet sem, olyan értelemben, hogy nem vásárolunk semmit, hanem a meglévő, ugye van egy gazdag díszletraktárunk, egy gazdag jelmezraktárunk, hogy abból válogatunk, és akkor így nem kerül pénzbe, hiszen tudják a nézők, hogy azért nálunk mostanában sokkal kevesebb pénzből kell gazdálkodjunk, úgyhogy muszáj erre is figyelni. Tehát ez gyakorlatilag nem kerül sok pénzbe. Nem kell annyi pénzbe ez a darab, mint egy általában mondjuk a bérletes előadásoknál, mert ez ugye bérleten kívüli. Tehát szedtem össze a díszletet, ezek tulajdonképpen bútorok csak, a falak azok a stúdiószínház falai, és tele raktuk díszlettel, hát rengeteg bútorunk van, meg mindenünk, úgyhogy meg kis kellékek, ugye egy lakást kellett berendezni, de hát mindenünk volt, úgyhogy igazán talán csak egy-két olyan dolog került pénzbe, de fillérekbe, amit most nem mondok el, mert meglepetés. Kinek szól elsősorban az előadás? Nyilván a krimiről van szó. Azt gondolom, hogy nem biztos, hogy mondjuk a legkisebbeket érdekelheti. Van-e kifejezetten célközönsége a darabnak? Hát mindenképpen felnőtt közönség, természetesen. De hát úgy gondolom, hogy a mai világban már a középiskolásoknak, mondjuk a harmadik, negyedikesek is már gyakorlatilag mindent néznek a tévébe, és hát ez nem egy olyan... Nem egy olyan durva darab, mint a milyen filmeket már lehet látni a televízióban, tehát akár őket is érdekelheti. Hát mindenki, aki szereti a rejtvényeket, a titokzatosságot, a krimiket, illetve a színháznak azt a formáját, amikor ott ülnek szinte bent a színpadon, olyan közel, ugye a stúdiószínházban, hogy minden arcrezdülését látni a színészeknek, akiknek nagyon hitelesen kell játszani, mert ilyen közelségben, amilyen közelségben ott játszanak, ott nem lehet, idézőjelben mondom, hogy csalni, persze sehol nem lehet, de a nagyszínházban sok apró részlet nem látszik egyszerűen a távolság miatt. Úgyhogy itt minden látszik, nagyon közel van, a néző szinte ott ül benne a szobában, és ez úgy gondolom, hogy ez egy különleges élményt ad. Egyébként a rendezői munkában ez is egy szempont volt, hogy tényleg ott ülünk a néző szájába szinte, vagy ott játszunk, tehát nagyon-nagyon hitelesen és pontosan kell játszani ahhoz, hogy a néző elhiggye, amit ott lát. Akkor kijelenthetjük, hogy ezeknek a stúdiószínházi előadásoknak van egyfajta különleges a varázsa is ezáltal. Jól értem? Igen, teljesen jól. És hát hozzá kell tennem, hogy próbálkoztunk sokféle előadással, ugye általában Magyarországon a stúdiószínházi előadások azok ilyen különlegességek, inyentségek, olyan különleges színházi darabok, amelyek csak nagyon szűk réteget érdekelhetnek. Hát ez Budapesten könnyen megy, mert ott egy 100 vagy 50 vagy 100 embert könnyebb egy 2 milliós nagyvárosban egy ilyen különleges előadásra összehozni,
ez itt nehezebben megy, és hát itt jó előadások voltak, amiket ott csináltunk, de igazából 3-4-5 előadást értek csak meg, mert többre egyszerűen nem volt érdeklődő. És most úgy gondoltam, hogy megpróbálunk így, hogy nem kerül sok pénzbe, vagy minimális összegbe egy előadás létrehozása ott a stúdióban, de hogy ebben az évadban olyan stúdió előadásokat csinálunk, amely nagyobb közönség érdeklődésére tartott számon. Hát most kiderül majd, hogy ezzel sikerül-e ezt az érdeklődést fölkelteni a stúdió színházi előadás iránt. Akkor egy kicsit népszerűsíteni is szeretnék ezáltal a stúdió színházi darabokat. Pontosan, hiszen most ezt nem biztos, hogy el szabad mondanom, de hát ugye ez fönt van a padláson, ez a stúdió színház, tehát néha, amikor megyünk próbára, mi is megszenvedünk a lépcsőkön, de tehát ezzel a nézőknek is számolni kell, de azért úgy szeretnénk, hogy utána hogy azt mondják, hogy megérte följönni ide a padlásra. Mitől lehet érdekes a detektív játszma az érdeklődőknek és a közönségnek? Mi az, amitől oda csalogathatja őket? Hát ugye az életben is nagyon sokat hallunk, tehát a férfiak, két férfi küzdelme az általában mindig a nő körül forog, vagy legalábbis nagyon sok esetben, és ugye itt is erről van szó. Egy nő körül, aki ugyan nem jelenik meg, de a darab végére már szinte mindent tudunk róla, hogy milyen ez a nő, és azt is, hogy milyen ez a két férfi. Ugye az egyik egy fiatalabb férfi, aki még szerelmes, a másik már egy meglettebb korú, aki nyilván már legalábbis elmondása szerint már nem szerelmes, de azért a nő ragaszkodik a feleségéhez, és hát ebbe a küzdelembe aztán nagyon sok minden történik. Ön, mint rendező, mit vár az előadástól? Hogyan fogja fogadni a közönség? Van-e valami remény hozzá? Hát természetesen azt várom, hogy sikere legyen, hogy szeressék, hogy elismerjék a két kiváló színésznek a nagyszerű alakítását, hiszen sok figura bőrébe bújnak bele, és én úgy gondolom, hogy nagyon magas színvonalon játszanak, és hogy felettessék a filmet, ami ugyan két világsztár főszereplésével készült, de a film ugye az egészen más. Itt tényleg ebbe a stúdió színházi közegbe a két színész közelségében úgy gondolom, hogy egészen más lesz a hatás, más lesz az ereje az előadásnak. Hát ilyenkor azért mindig van egy kis fész bennünk, ugye, az ezerfejű Cézártól, a közönségtől, hogy jól fogadja azt, amin mi itt több mint egy hónapja dolgozunk, de bízunk benne, hogy a maga műfa is, meg a két színésznek a munkája elnyeri a közönség tetszését. Mikor lesz a darab bemutatója, és meddig lesz műsoron? Október 12-én lesz a bemutató, most egyelőre két előadás lesz. Ugye ez egy újdonság, olyan értem, hogy a stúdióban egy más műfajjal próbálkozunk. Ki fog derülni, hogy mekkora lesz az érdeklődés, milyen lesz a híre, milyen lesz a siker, és akkor tulajdonképpen én úgy tervezem, hogy ez a négy stúdió előadás, ami idén elkészül, nem idén, hanem ebben az évadban, azokat ugye túl sokszor nem tudjuk játszani egy hónapban, mert a színészeink más előadásokban is játszanak, tehát kevés olyan luk van, ahova be lehet tenni, de igyekszünk. És akkor így, hogyha nagy sikerük van és sok előadást ér meg, akkor akár több évig is játszhatjuk, hiszen egy hónapban talán 2-3-4, maximum 5 előadást tudunk belőle tartani, és ugye 60 ember fér be, tehát az mondjuk 5-6 előadás, az megfelel a nagy színházba egynek. Ugye ön is említette, hogy ezen kívül még 3 stúdió színházi darabbal várják a közönséget. Ezekről el lehet-e árulni valamit, hogy akár műfajilag mit lehet róluk tudni? Hát az egyik egy fergeteges Neil Simon vígjáték lesz, a másik az egy horror, ugye a Pszichó című filmre gondolom a nézők nagy része emlékszik, a Hitchcock filmre, ennek a színpadi változatát fogjuk bemutatni, ami szintén egy különleges kísérlet lesz. A negyedik az pedig egy szerelmi történet lesz, de nagyon kemény, úgyhogy azt 18 karikával fogjuk csak játszani.
Akkor műfajilag tekintve is nagyon sokszínű és változatos produkciókkal készülnek a Stúdió Színházba. Ezúton is sok sikert kívánunk hozzá, és köszönöm, hogy elfogadta meghívásunkat. Én is köszönöm, és várjuk a nézőinket a Detektív Játszma előadására is. Köszönöm. Most pedig lássuk a hét legfontosabb kulturális eseményeit. Megtartotta az évad első bemutatóját a Békés Csabai Napsugárbáb Színház. A Húrá Kacabajka című előadást Márkó Eszter rendező írta Tarbai Ede báb játéka alapján. Ormos, öreg lovász, nem láttál még ilyen csodást, csizmájával, hogyha toppant, minden pata visszapoppant. A történet egy vidám cirkuszi lakókocsiról szól, aki társaságra vágyik. A barátok megnyerése érdekében pedig a varázslattól sem riad vissza. Ez egy rumlis történet, Kacabajka, aki öregedett cirkuszi kocsi, akit mindenki elhagyott már, áll egy ilyen erdő közepén, vagy egy ilyen mező közepén a növények között, és nagyon unja magát már. A sok csoda után, amit ő megélt, egész életében, hogy bohóc lakott benne, meg varázsló lakott benne, meg mindenféle furcsa lény. A lakókocsi a korábban tanult trükkök segítségével teremt magának egy saját kis világot. Lenke Fizoltán, a Bábszínház igazgatója elmondta, hogy az évad előadásaiban az a közös, hogy mindegyik a varázslattal foglalkozik. A Kner nyomdának a segítségével egy csomó papír hengert kaptunk, szám szerint 300 darabot, és azt találtak is Zsuka, hogy ebből valamit csinál. És a tavasz-nyár-ősztélre felfűzve különböző játékok lesznek, ugye itt a gyerekekkel majd együtt fognak játszani. De ezekből a papírhengerekből készülnek a különböző bábok, kellékek, sőt még hangszerek is. A Bábszínház igazgatója hozzátette, a gyerekek figyelmét őszintességgel lehet megfogni, azzal, ha egyenrangú partnerként kezeljük őket. Az évad első darabját szeptember 29-től láthatja a nagy közönség. Idén 9. alkalommal rendezték meg a könyvtári éjszakát az Országos Könyvtári Napok részeként. A Békés megyei könyvtár ez alkalomból különleges programokkal és évfélig tartó nyitvatartással várta a látogatókat. Délután 15 órától Szelekovszky László tartott előadást Kastélyok reneszánsza címmel. A szerző előadásában többek között ismertette az egykor a kastélyokban élő családok történetét is. Sokan nem tudták, hogy mennyi kastély meg kúria van itt Békés megyében, és nagyjából összeszedtem, de nem mindet. És akkor hát ebbe a könyvbe, ugye, aki hozzájut, kezébe kerül, akkor tisztában lesz az, hogy a Békés megyének micsoda gazdagsága volt, meg van is ez a kastély korszak. Rakoncás Szilvia, a Békés megyei könyvtár igazgatója arról beszélt. A rendezvény sorozat fő célja, hogy bemutassa a könyvtár szolgáltatásait, és hogy oda vonza azokat, akik eddig nem voltak könyvtár látogatók. Hogy 2018 a Kulturális Örökség Európai Éve, ezért választottuk a Várak, Kastélyok témakört, mert hogy ez talán nagyon jó alkalom arra, hogy emlékezzünk mindazokra, akik a kultúra alapjait megteremtették, akár mecénásként, akár más módon, és egyébként is egy kedvelt téma. Az intézményvezető kiemelte, arra törekednek, hogy a legkisebbektől a legnagyobbakig mindenki megtalálja a számára a legérdekesebb programot. Mint mondta, ebben az évben ez kiemelt szerepet kap, ugyanis 2018 a családok éve. Látványos artista bemutatók, ritkán látott állatok a Porondon, tekintetet vonzó mutatványok és szemet gyönyörködtető környezet. Mindez most a látássérültek számára is elérhetővé vált a Bona narrációval kísért cirkuszi előadásban, amelyet Békés Csabán tartottak. A meghívottak az előadás előtt bejárták a kulisszákat is, ahol tapintás útján is közelebb került hozzájuk a produkció. Az artista mutatványok kellékeit és az állatokat is testközelből ismerhették meg a látássérültek az előadás előtt. Érzékletessé teszi a méreteket ugye egy elefántnál, hogy mekkora méretű az elefánt, mikor az ember ugye az ormányát ugye meg tudta fogni.
a tevének is a szőre, hogy milyen ki lehetett tapintani. Az akadálymentesítő bemutatót Fekete Péter vezette, aki korábban a Fővárosi Nagy Cirkusz igazgatójaként indította el ezt a kezdeményezést. Ez nem csak a produkciók audionarrálásából áll, hanem annak szerves része a kulisszák bejárása is, hogy a látássérültek könnyebben el tudják képzelni a produkciót. Előtte a látássérülteknek meg kell ismerkednie a manézzsal, az állatokkal, azokkal az eszközökkel, amiket aztán majd látni, illetve hallani fognak az előadás során. Ebben a Richter Flórián cirkusz is partner volt, amelynek igazgatóját személyes élmény is vezette a kezdeményezéshez, amikor egyszer egy vak kislány kért tőle segítséget, mert nem tudta elképzelni Szandrát, az elefántot. Felvettem az ölembe, oda vittem, és hogy a kezével végig simogatta Szandra szemét, ormányát, fülén, tehát szinte könnyezett a szemem is, és akkor láttam azt, hogy mi is az, amiről ők lemaradnak valójában. Bár az utazó cirkusz azóta már Debrecenben jár, a tervek szerint máshol is találkozhatnak majd a nézők a nem látók számára is élvezhető előadással. 12 csapat jelentkezett ebben az évben az Ádámok és Évák ünnepére. Az általános és középiskolás színjátszóknak ezúttal a Mátyás király korát kell felidézniük egy 10 perces produkcióval. A Békéscsabai Jókai Színház már 9. alkalommal csatlakozott az országos kezdeményezéshez, melynek célja, hogy az ifjúság közelebbről is megismerje és megszeresse Thália templomát. A világok meséit vitték színpadra a megye diákjai idén áprilisban a Békéscsabai Jókai Színházban. A csapatok már az idei előadásra készülnek. A felkészítő tanároknak tartott megbeszélésen egy-egy fiatal színjátszó is képviselte a csoportokat. Ki szeretném próbálni magam, hogy tudok szerepelni ilyen dolgok előtt, hogy például szöveget kell tanulni, koreográfiát kell tanulni, meg ilyenek, illetve egy kis önbizalmat próbálok magamon erősíteni. A felkészítő tanárok elmondása szerint az Ádámok és Évák ünnepe nagyon jó lehetőség arra, hogy a diákok közelebbről is megismerjék a színházi világot, amely a későbbi pályájukra is hatással lehet. Egy részük azt mondja, hogy szeret színpadon szerepelni, és ez egy nagyon jó lehetőség rá, még akkor is, hogyha nem ez lesz utána a szakmája, bár van olyan diákunk is, aki szeretne ilyen irányba tovább tanulni menni, mások egyszerűen a játék kedvéért jönnek hozzánk. A Békéscsabai Jókai Színház 9. alkalommal csatlakozik az Ádámok és Évák ünnepéhez. 12 csapat jelentkezett eddig, de még várjuk a csapatok jelentkezését természetesen, és az idei év Mátyás király éve, és éppen ezért Mátyás az igazságos címet adtuk ennek a programsorozatnak, ahol a gyerekeknek és az iskoláknak 10 percben bármilyen Mátyás királyhoz kapcsolódó mesét, történetet, legendát kell a színpadra állítaniuk. A csapatokat ebben az évben is a Jókai Színház társulatának tagjai segítik majd. A fiatalok 2019. április 15-én adhatják elő színdarabjaikat a Teátrum nagy színpadán. A Magyar Honvédség 1914 és 1918 közötti küzdelmeit bemutató kiállítás nyílt a Békés Csaba főterén felállított előtornászos háznál. A Békéscsabai Hagyományőrző Kulturális Kör szervezte a Nagy Háború Képekben című tárlatot, amelyen eredeti az első világháborúban készült fényképeket láthatnak az érdeklődők. A korabeli felvételek Bojcán István gyűjteményéből származnak. A látogatók a fotók mellett olyan tárgyakat is megtekinthetnek, amelyek ugyancsak az első világháború időszakából származnak. A Szent István téri kiállítást múlt hét csütörtökön nyitotta meg Márcsai Sándor és Bojcán István. Murányi Teréz festőművész alkotásaiból nyílt kiállítás a kormányhivatal aulájában. A gyomai születésű alkotó 26 képét válogatta össze város és fények témában, amelyek, mint elmondta, számára békét, stabilitást és összeszedettséget sugároznak. A Munkácsi Mihály Múzeum támogatásával megvalósult tárlat október 18-áig tekinthető meg. Murányi Teréz gyomai születésű, Szegeden szerzett diplomát, informatikus és könyvtáros szakon, majd munka mellett 10 évvel ezelőtt kezdett festeni. Ő nem az az alkotó, aki 10 évesen választott pályát, és már gyermekkorában is színes tintákkal és akvarell festékekkel álmodott. Ő először informatikus, könyvtáros szakon szerzett diplomát a Szegedi Tudományegyetemen, és utána kezdett festeni.
Mint azt az alkotótól megtudtuk, az utóbbi 3-4 évben fordult a figyelme a város és a fények felé. A festőművész most ebben a témakörben választotta ki azt a 26 képet, amelyet erre a tárlatra hozott el. Ezek a képek nekem legalábbis nyugalmat, békét, stabilitást és rendezettséget, összeszedettséget, letisztultságot mutatnak, legalábbis ilyen lelki állapotban készülnek ezek a képek, és miután a belső világomat igyekszem megjeleníteni, úgy gondolom, hogy alapvetően ezt is kell, hogy sugározzák. Takács Árpád kormány megbízott köszöntőjében kihangsúlyozta, örül, hogy újra közösségi téré alakult a sokak szemében szigorú és olykor merevnek tűnő hatóság. Az elmúlt egy évben a kormányhivatal, amellett, hogy bevezette az új általános közigazgatási rendtartást, egységes jogalkalmazást vezetett be, emellett létrehozta a nyitott hatóságot, remélem ennek majd az eredményei látszanak, emellett magára vállalt egy úgynevezett társadalomszervező funkciót, és azt hiszem, hogy az elmúlt időszakban az is kezd látszani, hogy egy kultúra közvetítő funkciót is. Murányi Teréz kiállítása október 18-áig látható a kormányhivatal aulájában. Október 1-én volt a Zenevilág napja. Ebből az alkalomból a világ számos pontján így Békés Csabán is az utcákon, tereken, hétköznapi helyzetekben tartottak rövid meglepetéskoncerteket a zenészek. A Bartók Zeneiskola növendékei Gépataki Mária jelmezeiben klasszikus és modern zenét is játszottak az épp arra járók örömére. A kezdeményezés 1975-ben Yehudi Menuhin világhírű hegedűművész javaslatára indult, akinek az volt a szándéka, hogy ne csak a hangversenyekre járó konzervatív értelmiség kiváltsága legyen a komoly zene, hanem szólaljon meg ott is, ahol az átlagember máskülönben nem szokott találkozni vele. Kellenek olyan kezdeményezések, kell olyan hatást gyakorolnunk, olyan impulzusokat adnunk nekünk zenészeknek a társadalomra, ami alapján felkeltjük az érdeklődést. Egyfajta destruktív, kulturális irányzatok uralják manapság a médiát, amik elterelik a figyelmet a komoly zenéről. És ilyen apró kis ajándékok, színfoltok, felkeltések, ezek fontosak. Ez volt a Művész Bejáró. Ha szeretnék megtekinteni további műsorainkat, látogassák meg a behir.hu oldalunkat. Egy hét múlva újabb kulturális hírekkel jelentkezünk. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!